Szépen, Tibor, még egy tapsot én Tibornak kérlek szeretnék kérni, hiszen az a rendezvény nem jöhetett volna létre az ő állhatatos munkája nélkül, úgyhogy nem semmi, amit véghez vitt, hogy itt lehetünk. Mielőtt átadnám Ocelka Robertnek a szót, engedjétek meg, hogy gyorsan összegezzem a mai napunkat. Most egy kis megnyitóval megkezdjük a napot, mindenki a saját standjánál el tudja foglalni a helyét. Innentől várjuk hatalmas szeretettel a rendezvényünkre látogatókat. Itt a kültéren a Baráthagyi Vakvezető Kutyaiskola, a Lárke, a Tandemszám most hirtelen, amiket gyorsan felsoroltam, de amúgy kézműves termékek vásárlására is van lehetőség, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy járjuk körbe a helyszínt, és minél többet ismerkedjünk, nézelődjünk és vegyünk részt a programokon. Bent a közösségi és kulturális házban van a szabaduló szoba. Hát én ehhez annyira kedvet kaptam, hogy hiába nem nekem szól, mert hogy aztán nekem nem kihívás, hogy sötét lesz, de mégis lehet, hogy részt vennék a programon. Én is ajánlom nektek is, emellett még más egyéb programokat is kipróbálhattok, érdemes körbejárni. A jól látok számára mondanám, hogy zöld pólóban vannak, lesznek a rendezvény önkéntesei, szervezői. Ha bármi kérdés van, őket kell keresni. Az ügyeletes számot is később be fogom mondani. Ha bárkinek bármi problémája van, vízigényre van szüksége, akkor azon a telefonszámon kérhet segítséget is a rendezvény területén. Itt megoldunk mindent. Amit még kért tőlem Tibor, hogy Bence Zoltán és az ő kis különítményéről meséljek, a Csónakázó tó túloldalán, a kosárlabda csarnokban egész nap parasportprogramok lesznek kipróbálhatóak, Egerből érkeznek, de szerintem már lehet, hogy itt is vannak. Szuper, köszönjük szépen nagyon. És képzeljétek el, hogy a csörgőlabdázástól elkezdve, amit szintén ki lehet próbálni majd bekötött szemmel, amúgy ahhoz is kedvet kaptam, zárójelben, egészen a kerekesszékes kosárlabdáig, az ülőrőprabdáig és a judó bemutatóig lesznek parasport programok is. Én azt gondolom, hogy valami eszméletlen színes programtárral állunk ma itt, és kezdjük el ezt a rendezvényt. Amúgy művészeti produkció is lesz, ugyanezen a színpadon a Vakrepülés Színház szétársulat fellépésével. Engedjétek meg, hogy a rendezvény nagykövetét szólítsam a színpadra, Ocelka Robertet, Tókiói paralimpikon látássérült kerékpárosnak.